Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, Loboda Árpád vagyok. Ukrajnával kezdünk ma. Ismét támadás alatt az ország energetikai rendszere. Vajon térdre kényszerítik Zelenszkijt? Humanitárius katasztrófa következik be, vagy esetleg egy harmadik vagy negyedik forgatókönyv valósul meg? Latolgatjuk a lehetőségeket. Csak nem minden megdrágult az elmúlt időben. A Közügyekben utána nézünk annak, hogy mi a helyzet a hússal. Mint minden fűtési szezonban, idén is egyre szennyezettebb a levegő, a légszennyezés okairól és veszélyeiről is beszélünk. Szó lesz még a falugondok szolgálatról és az MNT felsőoktatási tájékoztató körútjáról, de lesz operett és népzene is, tartsanak velünk! Ma délután ismét már sokadik alkalommal megszólaltak a szirénák Ukrajna szerte. Az oroszok cirkáló rakétákkal mértek újra csapást az ország energetikai hálózatára. Jelentések szerint a nagyobb városokban áramszünetet okoztak, még Moldáviából is kiesésekről számoltak be. A jelenlegi helyzettel kapcsolatban vendégem a stúdióban Bodzsony István, külpolitikai újságíró. Szervusz István, jó estét kívánok! Szervusz, jó estét! Nézzük azt, hogy mi az oroszok célja azzal, hogy újra és újra és újra, csak nem minden rakétájukat az energetikai rendszerekre lövik ki. Mi itt az orosz cél, amit el szeretnének érni? Az oroszok az elmúlt 3 hónapban már elfoglalták azt a területet, körülbelül azt a vonalat, amit meg szeretnének tartani. Ha ezt keletről nyugat felé nézzük, akkor ez Harkov, Zaporozsé és Herszon vonala. Ezen a vonalon folynak a harcok 100-150 kilométeres eltéréstel mélységben. Vagy az oroszok mentek eddig előre, most az ukrajnák jönnek egy kicsit befelé. Ezen a térképen, ezen szépen látni, tehát ott van Harkov, és itt Odessa mellett van Herszon. Az oroszok ezt a területet még szeretnék tartani. Ez nem az a terület, amit ők Oroszország részének kiáltottak, kianektáltak. Ez annál kevesebb, mert az ukránok ebből egy jelentős részt visszafoglaltak. De az oroszok ennél lejjebb nem szeretnének menni. Most már nem akarják megdönteni a kijevi rendszert, holott az volt az egyik elsődleges cél. Most szerintem inkább az a céljuk, hogy minél előbb tárgyaló asztalhoz kényszerítsék az ukránokat. Az ukránok egyelőre nem hajlandóak, mert úgy gondolják, hogy egy hathatós nyugati támogatással még tovább nyomhatják délfelé az oroszokat, de nekem ebben a pillanatban az az érzésem, hogy a nyugat is kezd ebbe az egészbe belefáradni, és valahol majd meg kell húzni azt a vonalat, amikor a felek leülnek tárgyalni, nem a békéről egyelőre, ez a háború se béke eltarthat még 10-20 évig is, de legalább egy tűzszünet erejéig. Mekkora károkat okoznak az oroszok az ukrán energetikai hálózatban? Gondolok itt az elektromos áramra, ugye Ukrajna nagy exportőr, de ugyebár itt van a Európa legnagyobb atomerőműve is, Zaporozsjében, amit szintén támad egyik vagy másik fél, attól függ, kit kérdezünk, és hát itt van még a gázellátás is. Ebben a pillanatban nehéz felmérni, hogy mekkorák a károk. Azt, amiből látjuk, hogy óriásiak a károk, az áramszünetek, az energiaellátás kimaradása Ukrajna szerte. És ez egyértelműen, ezzel az oroszok egyértelműen el akarják venni az ukránok kedvét a további háborúzástól. Mind a két félnek egy pillanatban szüksége lesz egy pihenőre, hogy kicsit rendezzék a soraikat. Ebben a pillanatban az oroszok Ukrajna területének kb. 20%-át birtokolják, Krimmel együtt, és valahol gondolom, hogy a nyugat egy pillanatban ezt megszokja, elfogadja
ahogy elfogadta, vagy megszokta Krím félsziget annektálását is. És a nyugat most már nem annyira Ukrajnát védi, hanem inkább szeretném megakadályozni az orosz esetleges továbbterjeszkedést délre, akár Moldávia, vagy más területek felé. Egyébként Zelenszkijt, ha a nyugat úgymond kiáll mögüle, akkor tárgyalóasztal fog? Nem hiszem, hogy a nyugat kiáll Zelenszkij mögül, inkább azt hiszem, hogy egy pillanatban meggyőzik, hogy nincs értelme a jelenlegi körülmények között folytatni ezt a fajta háborút, és valamilyen tárgyalásokat, ha nem is közvetlenül, de közvetett módon valamilyen tárgyalásokat kezdenek. Látjuk a képeket, humanitárius katasztrófától félnek, Herszont kiürítenék, 8500 úgymond óvóhelyet, biztonságos helyet állítanak fel az ukránok. Nincs fűtés, nincs ivóvíz, nincs áramszolgáltatás. Mit gondol a nyugat erről, az orosz módszerről, amivel nyomást gyakorolnak? Ez egy jó kérdés, hogy mit gondol a módszerről. Én szerintem a nyugatnak, se az oroszoknak ezek a képek nem sokat jelentenek. Tehát a nyugat számára, de főleg az oroszok számára az emberi élet nem sokat jelent. Láttuk ezeket a képeket Szíriában, láttuk ezeket a képeket Vietnámban, Afganisztánban. Tehát nem ezen fog eldőlni a háború sorsa. Inkább azt hiszem, hogy a politikai okok fognak győzedelmeskedni, és valamilyen háttér alkú révén valahol meghúzzák azokat a határokat, mozgásterületet, amely egyrészt biztosítja az energiaszállítást. Zárójelbe teszem, hogy jelentősen megnőtt Törökország, Azerbajdzsán szerepe ebben az egész gáz és olajszállítási játékban. Tulajdonképpen rájött mindenki, hogy Európa nem fog megfagyni a télen, van gáz. Oroszország gazdaságilag nem fog tönkre menni egyelőre. Most inkább akörül megy a játék, hogy mi lesz jövőre. Igen, ez a kérdés, hogy az idei évet, az idei telet Európa megoldotta. Mi lesz jövőre, ezt meg meglátjuk, minden esetre követjük az eseményeket. Köszönöm szépen, hogy befáradtál hozzá. Én köszönöm, hogy hívtál. Folyamatos a drágulás az országban, szinte mindennek felment már az ára. A friss hús sem mondható olcsónak, sőt, a piac mintegy két hete tartja a jelenlegi árakat, de nem tudni meddig, mondták az egyik szabadkai hentes üzletben. A sertéshús kilónkénti ára az utóbbi időben hirtelen és drasztikusan megemelkedett, míg tavaly egyes sportékákat 350-400 dináros áron vásárolhattunk meg, az most 600, sőt 700 dinár felett mozog. Kisült töpörtyű, húsos szalonnatáblák, karaj, burka, kolbász, füstölt termékek. Így csiklandó falatok sorakoznak az egyik csántavéri hentes üzlet pultjaiban. A termékek ugyan szépek, hiány sincs belőlük, az áruk azonban annál kevésbé kecsegtetőek, de nem csak itt. Országszerte nagyjából ezeken az árakon vásárolhatunk nyers sertéshúst. A sertés színhús ára 750 dinár, a sertésnyak kilóját 689 dinárért vásárolhatjuk itt meg. Szabó Rozália beteg férjét ápolja, mint mesélte, a gyógyszerek sem olcsóak, így náluk nem kerül minden nap hús az asztalra. Nem nagyon bírunk venni húst ebből a kevés nyugdíjból. Mennyibe kerül most a hús, mennyiért vásárolja ön? Hát most tülköt akarnák venni, de 500-600 dinár vagy mennyit mondott? Falvakban az emberek nagy része foglalkozik állattenyésztéssel, Tudbagi Máriáék is maguknak termelik meg a húst. Nem kell gondoskodnom, hogy vegyek valamit. Mindig, hogy veszek egy darab húst, daráltan is tesszük el,
Most pláne levágunk egy tizenvalány tyúkot, mert már öregek, és akkor jön a hentes, kicsontolja, ledarálja, még az is van a méhítő. Ahogy Skröbit Jaszmináék is, párjával 10 évvel ezelőtt döntöttek a sertéstenyésztés mellett. Ehhez be kellett ruházni, meg kellett teremteni a feltételeket, ólakat építeni. De mint mondta, az volt a fontos, hogy saját maguknak megtermeljék a húst. Kisfiúk születése pedig még jobban megerősítette őket ebben, hiszen így biztosan tudják, milyen hús kerül az asztalra, minőségi. Többen is felszámolták, vagy csökkentették jószágállományukat az utóbbi időben, hiszen az aszály miatt nem termettek jól a földek, a takarmány árak a magasba szöktek. Jaszmináék még kitartanak, munka és magas gabona árak mellett is folytatják a tenyésztést. Minden gabonát meg kell vennünk, hogy fölneveljük ezek a disznókat, mert nekünk nincsen saját földünk. Mi úgy csináljuk, hogy minden magvakat megveszünk, és mink állítsuk össze a takarmányt. Hogy mennyire kifizetődő ez szempontból, hát biztos, hogy sokkal drágábban jön neki, mint hogy most sajátunk lenne, de hát ha megnézzük a hús minőségét, amit eszünk, akkor itt szerintem annak nincsen ára. De vajon mennyire számít manapság luxusnak a disznóvágás? Szerintem ez ma nagyon nagy luxus, főleg a disznótori termékeket, mik aztán megcsináljuk, az már a luxusnak tartozkodik. Mondjuk már a töpörcsének is milyen jó ára van. Hát mink eztet már hagyományőrzőnek tartjuk, hogy mink magunk levágjuk a disznót, és saját magunknak megteremtsük eztet, mert már a legkönnyebb volna elmenni és megvenni, de ez szerintünk ez így jobb. 2021. januárjában 125-től 130, 2022. februárjában 150 és 200 dinár között mozgott a sert és hízó felvásárlási ára élő súlyban. 2022. novemberére ez 250-től 300 dinárra ugrott. A malac ára is drasztikusan emelkedett, míg az év elején 260-280 dinárt kellett fizetni kilójáért, mostanra 350-től 370-re ugrott. További gond az is, hogy nehéz vágódisznót találni. Jelenleg hiány van belőle, mondta az egyik csantavéri felvásárló. Nagyon hiány van most belőle, elég, ahogy mi elkezdtünk itt vágni egy kicsit mindent, utána kell nézni, hogy ki mennyit, pont az miatt, hogy a termés most nem olyan volt, amilyen épp az embernek a megfelelő a zsebéhez mérten, most olyan nagyon nehéz hozzájutni is, vannak termelők, akik még talán még nem adták fel, még bíznak benne, hogy még lesz belőle egy kis haszon is minden. 260-tól 300 dinárig a kocák olcsóbbak, ugye, ami kolbásznak a nem pont méhűtőbe fogják tenni az emberek. A malacnak most még az ára, ami még szintén 350 dinártól most kezdődik. Ugye most az új év is minden, hogy meghozza, hogy most, vagy az új évi malac még, hogy mennyit be fog kerülni, az még a jövő titka fog lenni. Most jelenlegi árak ennyik van. Hízó 260-tól 300, koca 200-tól 230-ig, malac 350-től 370 dinárig. Ezek kilónkénti áruk élő súlyban. Tavaly azonban sokkal olcsóbban lehetett hozzájutni. Szinte eddig apró pénzért meg lehetett venni, most sokkal jobban felmentek az árak. De azért még most is megéri megvenni a tenyésztőtől a disznót. Szerbiában a sertés és a marhahús ára is a rekordokat döntött év elején. Ennek legfőbb oka, hogy a szárazság miatt tavaly világszerte kevesebb gabona termett, így a takarmány ára a terménytőzsdén folyamatosan emelkedett. Januárban a sertéscomb 600, a karaj és a nyak 550, az oldalas pedig 450 dinárba került. Évközben folyamatosan változtak az árak, a jelenlegi friss sertéshús árai a következők Szabadkán. A comb az 690, a lapocka 680, nyakkaraj az oldalas 620, a karaj 590, a csülök toka az ott van a 400 dináros áron. Ez az árak mennyire változtak a tavalyi évhez, vagy az év elejéhez képest? Nagyban drágult? Volt drágulás is, volt kevesebb is. Most egy-két hete tartsuk ezeket az árakat, hogy leengedtük a nyers hús árát. Most, ahogy lejjebb ment az ára, most azért észre lehet venni, hogy vannak, jönnek. És mondjuk nekik, hogy lejjebb mentünk, kicsit sikerült most már lejjebb vinnünk az árakat, és tetszik nekik, úgyhogy nem panaszkodunk, jönnek.
és jöjjenek is. Mennyi volt az az előző ár, amiről lejje, mennyivel? 750 dinár volt a combnak az ára, meg a lapocka 740 volt, meg 700-on volt majdnem minden. 690 volt a nyak, úgyhogy azért engedtünk le szépen belőle. Közelednek a karácsonyi ünnepek és a szilveszter is. Egyelőre nem tudni lesz-e addig árváltozás a sertéshúst illetően. Az általunk felkeresett szabadkai hentes üzletek azonban már készülnek. Lehet feliratkozni az újévi sült malacra, amelynek jelenleg 1400 dinár kilója. A Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt között megkötött koalíciós szerződés részleteit boncolgatjuk tovább. Most a Nyugat-Bácskát érintő fejlesztésekről beszélgetünk, vendégem pedig Pelt Ilona, a VMS Nyugat-Bácskai Körzeti Szervezetének elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát, talán kezdjük akkor a határátkelő helyekkel. Ugye önöknél a Hercegszántó Bérek határátkelő fejlesztése aktuális. Mi fog ott történni? Igen, ez egy nagyon fontos beruházás. Nagyon régóta beszélünk róla, és nagyon régóta várjuk, hogy ez megtörténjen, hiszen át lesz kategorizálva maga a határátkelő, így kamionok is tudnak itt majd átkelni, ami eddig ugye nem volt, amire eddig nem volt lehetőség. És ez a lehetőség valójában megnyitja Nyugat-Bácskába a gazdasági fejlesztési lehetőségeket is, hiszen ez mellett még kaptunk, illetve már készen van egy minőséges út, ami Zombor és egészen a határig fog húzódni, valamint nagyon bízunk benne, hogy az elkövetkező időszakban majd megkezdik az építkezést, arra gondolok itt, ami majd a határátkelőt egészen összeköti Nagy Kikindával, tehát ez egy borzasztó fontos beruházás ott a tájékunkon. Igen, ez egy tranzit útvonal lesz végig Vajdaságon. Egyéb úthálózat fejlesztés, ugye a Bezdán felé vezető utat készítették már egy ideje, de gondolom helyi utaknak a felújítása is Szabadkára eljutni évekig nem volt egyszerű. Hogy állnak ezek a fejlesztések? Igen, ez is egy nagyon fontos, ugye, hogy Zombor most össze van kötve olyan szinten Szabadkával, hogy autópálya minőségi úton haladunk. Vissza is kell kicsit fogni magunkat a sebességnél, hiszen amikor az embernek jó útja van, autentikusan gyorsabban is vezet. Félretével viccet, tehát nagyon fontos pontok vannak szintén összekötve itt, ugye Szabadka Zomborral, amennyiben nekünk meg lesz ez az utunk, ami összeköti Zombort Nagy Kikindával, és még ami egy kisebb, valójában regionális útnak is nevezhetjük, viszont a helyieknek Apatin községben nagyon fontos, ez pedig a Monostort és Kupuszinát összekötő útvonal, aminek a fele készen is van. A másik fele, tehát a zombori rész, ami a Zombor községben van, az elkövetkező, tehát 2023-ban fogjuk építeni, vagy hát befejezni, úgymond. Ez az útvonal azért fontos, akik nem ismerik annyira ezt a tájat, hogy Apatinból, Szilágyról, Gombosról 20-30 kilométerre is rövidebb a bezzáni határig az útvonal, tehát ezzel a kis úttal. Úgyhogy ez mindössze egy ilyen 7-8 kilométeres útról van szó, annak a fele ugye meg is van, és nem csak közúti forgalomnak lesz ez, tehát az miatt lesz fontos, hanem nagyon fontos a turizmus miatt is, hiszen erre biciklisták, illetve kerékpárok közlekednek maga a Felső-Dunamente környéke, és az ott adott turisztikai lehetőségek bontogatása miatt is ez fontos. Kicsikét meg lehet nyitni Nyugat-Bácskát, ugye már turizmus előtt. Térjünk vissza a koalíciós szerződésre, helyi önkormányzati szinten. Milyen előrelépést jelentenek ezek a részletek, amik benne vannak a szerződésben? Azt gondolom, hogy egyáltalán az együttműködés a haladó párta, meg az, hogy nekünk van koalíciós szerződés, ez az önkormányzati munkát is megkönnyíti. Most például frissen tudom mondani, hogy ma is egy ilyen koalíciós megbeszélés volt délelőtt Apatinban és Zomborban is, ahol a költségvetést terveztük együtt a következő évre, tehát 2023-ra, és mi, mint Vajdasági Magyar Szövetség elmondtuk, melyek azok a prioritások, amik számunkra fontosak. És azt gondolom, itt ki tudnám emelni, ugye, hogy
Apatinban beszélgettünk a polgármester asszonnyal, hogy mit tudnánk a Junákovics fürdőbe fejleszteni, tehát ami közös projekt volna. Aztán beszélgettünk a Duna közelsége, milyen lehetőséget tudna vállalkozásoknak hozni, tehát hogy mi hozzunk oda vállalkozókat, illetve befektetőket. Aztán ami a Zombolt illeti, fontos elmondanom, hogy a jó együttműködésnek köszönhetően a zombai költségvetésből tudjuk, ami számunkra nagyon fontos, nem esmélyítsen, a kultúrotthonnak a felújítását jövőre elkezdeni. Ez mellett az egészségházak igazgatónője egy nagyon jó ötlettel állt elő, mivel hogy az egészségháznak van egy épület, amit most örökölt, úgymond rájuk hagyott egy beteg. Ezt át fogjuk alakítani egy központtá, ahol a cukros betegekkel, gyerekekkel fogunk foglalkozni, asztmás gyerekekkel fogunk foglalkozni, tehát ez inkább egy ilyen tanácsadási jellegű épület lesz, és ezt is ugye együtt az önkormányzattal fogjuk felújítani. Tehát számos olyan projektet indítunk el 2023-ban is önkormányzati szinten, együtt koalícióba, ami az ott élőknek, a közösségnek a hasznára van. És nehogy elfelejtsem, mert szintén mai hír, és nagyon fontos, és el szeretném itt mondani, hogy a költségvetésben van a Bezzáni Dora híd is, ami a korlátoshoz vezet, és szintén egy olyan hídról van szó, ami önkormányzati tulajdon, és ennek a projekt dokumentációja fog elkészülni, és utána a felújítása. Tehát ez egy lényeges dolog. Akkor 2023-ban sok szép dolog valósul meg Nyugat-Bácskában. Pált Ilonának köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Ismét drágul az áram és a gáz Szerbiában. Az elektromos energia ára újabb 10, a gázé pedig 11%-kal emelkedik. Dubravka Djedovic azt mondta, még a 11%-os áremeléssel is Szerbiában lesz az egyik legolcsóbb a gáz Európában. A bányászati és energetikai miniszter hozzátette, Szerbiában stabil a gázellátás, elegendő mennyiségű gázkészletet tárolnak udvarnokon és a magyarországi tározókban. Több mint 20 ezer közlekedési szabálysértés a múlt hét mérlege Szerbiában. Az egy héten át tartó fokozott ellenőrzés során Szerbia útjain mintegy 650 sofőrnél derült ki, hogy ittasan vezetett. Pszichoaktív szer hatása alatt 50 sofőr ült a volán mögé. A 11. Hurka és Kolbász Fesztivált tartják szombaton Adorjánon a helyi közösség és az Adorjáni Művelődési Egyesület szervezésében. Ebben az évben is lakodalmas és szórakoztató zenei összeállítással várják a kilátogatókat, valamint 10 000 adag hurkát és kolbászt osztanak szét. A fesztivál napján egésznapos kirakodóvásár várja a vendégeket. Az eseményre csak nem 120 csapat nevezett be, akiknek 5 kg húsból és 5 kg belsőségből kell elkészíteniük az ízletes hurkát és kolbászt. Belgrád világ élvonalban, azonban nem túl hízelgő okok miatt egyes a levegő szennyezettségét mérő cégek ugyanis újra és újra a legszennyezettebb városok közé sorolják az ottani levegő rossz minősége miatt. Az Air Visual honlap listáján néhány héttel ezelőtt a harmadik helyen végzett a szerb főváros, ráadásul az egyetlen európai város volt, amely az első 10 város közé került ezen a listán. Az IQ Air cég pedig a napokban első helyre helyezte Belgrádot a levegő szennyezettsége miatt. A belgrádi közegészségügyi intézet levegő minőséggel foglalkozó egységétől a napokban olyan hírek érkeztek, hogy a levegő minősége elfogadható a városban. A minőséget kimutató applikációk ugyanakkor időnként mást mutatnak. Egyes mérésekkel foglalkozó cégek pedig visszatérően a legszennyezettebb városok közé helyezik Belgrádot a listáikon. A légszennyezés miatt Belgrádot a vörös zónába sorolták október végén. Az akkori adatok szerint a város Dubájjal osztozik a harmadik helyen a világ legszennyezettebb városainak listáján. A szerb fővárost csak a pakisztáni Lahore és az indiai Új Delhi előzte meg ezen a listán. Azóta más listákon már az első helyen is szerepelt.
Egyes szakértők szerint a légszennyezettséget komolyan kell venni, Belgrád pedig olyannyira szennyezett, hogy már az egészségre is veszélyes. Ezért az ott élőknek időnként azt tanácsolják, hogy ha nem muszáj, ne hagyják el az otthonaikat. Az ott élő polgárok közül sokan arra panaszkodnak, érzékelik, hogy nem tiszta a levegő, amit belélegeznek. Katasztrófa. Ne možete uopšte da dišete danima, jedino kad zaduva košava, onda malo je bolje. Inače, čak i leti. Ja ne znam odakle. Definitivno je zagađeno. Mi baš živimo ovde u centru. Inače sam Kragujevčanka, tamo nije ni približno zagađen vazduh kao ovde. Baš vidi se, mislim, po stvarima, po vešu, po terasi, po, ne znam, deca se bolje osjećaju čim izađu van Beograda. Svi smo umorni, definitivno smo otrovani od lošeg vazduha. Vannak ugyanakkor, akik úgy vélik, ezzel a témával sok esetben csak hergelni akarják az embereket. Ja imam 80 godina, malo sam sad promukao, ali mogu da vam kažem da ja za 80 godina nisam imao ni jednu bolest. Ja sam zdrav čovjek sa 80 godina koji živi u sred najzagađenijeg grada na svetu. Belgrádban a legégetőbb problémát a fűtés okozza. Sokak szerint erre kellene mielőbb hatékony megoldásokat találni. Ana Brnabic szerb miniszterelnök szerint a kormány eddig is foglalkozott, és ezután is foglalkozni fog a levegő minőségének javítását érintő kérdésekkel és megoldásokkal. Arról számolt be a szerb közmédiának, hogy bizonyos mérések azt mutatják, a térségben más városok sokkal rosszabbul szerepelnek az éves listákon, mint Belgrád. A szerb miniszterelnök példaként egy a 2021-es évre vonatkozó listára hivatkozott. Dakle, ovde je IQ Air koji gleda zagađenje i recimo ako pogledate Beograd je 73. na listi najzagađenijih gradova u Evropi. Dakle, 73. najzagađeniji u Evropi kada pogledate kumulativno čitavu 21. godinu. Ali recimo u regionu je značajno lošiji kvalitet vazduha u Sarajevu, u Skoplju, ali takođe i u Zagrebu. Dakle, Zagreb je 53. najzagađeniji grad na evropskom kontinentu, ali Beograd 73. Más listák ugyanakkor élvonalba helyezik nem csak Belgrádot, hanem az egész országot. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint például 2021-ben Szerbia a levegőszennyezettségét tekintve a második helyen állt. Egyedül Bosznia-Hercegovina előzte meg a kontinensen. A levegőszennyezettség okozta következmények miatti elhalálozást nézve pedig első helyre került. Szakértők szerint a dohányzás és a genetikai hajlam után a légszennyezettség a tüdőrák leggyakoribb oka. Szerbiában évente mintegy 6500 ember betegszik meg ebben a betegségben. Több mint 4600-an meg is halnak. Vendégem pedig Gligor Gellért, környezetvédelmi mérnök. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hallhattuk az előző bejátszásban a szennyezés egyik forrását, de ha nézzük országos szinten, mik a legnagyobb szennyezők Szerbia városaiban? Alapjában véve, ha csoportosítani szeretnénk, ugye minden városban más a specifikuma ennek, de ami konstans és állandó, az szerintem a fűtési szezonnak a megindításával. Ugye automatikusan romlanak ezek a paraméterek, ezek a mutatók mindenhol, így a nagyobb városokban természetesen hatványozottan jelentkezik a probléma, attól több milliós városról beszélünk. Ehhez csatlakozik még az a több millió városnak az a fajta közlekedése is, ami ugye a belső égésű motorok használatából ered, hozzájárul ehhez a problémához. A harmadik kategória, ahova sorolnám, ez az ipar. Tehát mindegyik városnak van saját ipara, különböző ipara, és ott, ahol a nehézipar is jelen van, közrejátszik abban, hogy ha nem megfelelő módon van a technológia beállítva, illetve a levegő tisztaság védelme
ezeknek az iparoknak, illetve az ipari ágazatoknak, akkor ezek is kihatással lehetnek erre. Most ezt a háromat nézzük, hogy az autók, a közlekedés, az ipar, az egy mondjuk konstans az év bármely hónapjában. Mennyit számít hozzá a fűtési szezon? Mennyi az, amennyivel megdobja a légszennyezettség? Hát egyértelműen, hogy hatványozottan nagyobb. Tehát alapvetően ugye, ha nyári periódust nézzük, akkori levegő tisztaságvédelmi paramétereket, akkor nagyon nagy különbséget találunk. Tehát jelenleg is, és most talán a mai nappal szerencsénk is van, hiszen esik az eső, és ez miért fontos? Azért fontos, mert amikor indultam is ugyanígy ebbe a hálózatba, megnéztem ezt a szenzoros kimutatást, ugye a városunkra, elfogadható a levegő minősége, és általában ugye, ami a legfontosabb két paraméter, ezek a levegőporoknak a mérései, ugye, amelyek ugye nagyon fontosak ahhoz, hogy megfelelő humán ökológiai információink legyen arról, hogy valójában milyen is a levegőnek a tisztasága. Elfogadható volt, de csak egy oknál fogva az, hogy esik az eső, és ezt tudjuk, hogy ez most kedvezően hat erre a fűtési szezonra, de alapvetően ugye a fűtésnek óriási problémája még az is, hogy ha azt nézzük, hogy egyfajta energetikai probléma van, illetve az árak emelkednek, ez a környezet szennyezésre is egyfajta korrelációt mutat, egyfajta emelkedést, ugyanis ilyenkor a megdrágult, akár fosszilis tüzelőanyagoknak is egyre kevesebb a használata, és ez pótolja azt, amit elsősorban ugye a polgárok vagy a polgárság föl tud használni. Egyébként ez nem új probléma, itt beszélgettünk, hogy néhány évvel ezelőtt is ugyanez a téma volt. Az emberiség történetében az elmúlt 50 évben, 100 évben tüzelünk nagy mennyiségű foszilis tüzelőanyagot. Nem lehet ezt megoldani már egyszer? Van megoldás egyáltalán? Hát lényegében ez nagyon nehéz kérdés, ugyanis ahogy szoktuk mondani, a pénz, kényelem és a komfort egyre növeli ezeket az igényeket. Tehát ezt olyan módon lehet megoldani, hogy minden település, minden ország, illetve minden urbanizált rész ugye más specifikumokkal rendelkezik, másfajta megoldásoknak a halmazából, ami talán tud javítani és megoldást keríteni. De alapvetően ez mind pénz kérdése, illetve eszköz kérdése. Az, hogy teljesen meg tudjuk oldani a problémát, a fosszilis tüzelőanyagot, illetve a kőolaj teljes nélkülözését jelenleg, szerintem erre még nincs megoldás, illetve nem tudjuk ezt tömegesen biztosítani. Térjünk vissza, említette a szabadkai adatokat, hogy most elfogadható. Ezt egyébként hol mérik a városban? Hát itt a központban, a szűkebb központban található egy mérőállomás, illetve van egy mérőállomás ugye a hálózatban, amiről én is tájékozódtam, az pedig az északnyugati városrészről adott képet, hogy valójában ott milyen most jelenleg a levegő pornak a koncentrációja. Itt a 2,5 mikrométerű átmérőjű szemcse méretnek a kimutatását végzi általában, és a 10-es mikrométerű szemcse méretnek a koncentrációját mutatja ki, és jelenleg, amikor indultam is ide a műsorba, akkor elfogadható volt a levegő minősége, de több mint valószínű azért is ez egyértelmű is, hogy a nedves idő, illetve az eső nagyon-nagyon nagy mértékben kihatással van erre a tisztításra, illetve a légkörnek a megtisztítására. Lehet így levonni egy következtetést, hogy mondjuk itt Szabadkán, mikor nap melyik szakába tisztább a levegő, mikor piszkosabb, így mondja, mikor menjünk akkor a levegőre? Hát állandó képlet ennek az is, hogy ugye logikus gondolkodás az, hogy valójában hajnali órákban a legtisztább a levegő. Tehát akkor, amikor nyugszik a város, vagy nyugodt a város, amikor nincs közlekedés, amikor a fűtése nem annyira intenzív, amikor hazajönnek és ugye elkezdődik ez az úgynevezett foszilis tüzelőanyagnak a tömeges használata, vagy így szoktuk mondani idézve, hogy begyújtunk ugye a kazánba, jól begyújtunk és az első alapvetően ugye órára lebontva ez a szenzor megmutatja pontosan, hogy mikor aktív ez a fajta tüzelés, ki lehet mutatni, ugyanis abban a pillanatban megemelkedik a levegőpornak a koncentrációja, illetve egy kis idő után. Alapvetően ez a reggeli órákban, illetve a hajnali órákban az a legtisztább a levegő. Főleg így érdemes is mondjuk rá eső után kimenni, sétálni, mert akkor megtisztított levegőt tudunk belélegezni.
Egy rövid kérdésre maradt még csak időnk. Mekkora egészségügyi kockázata van annak, hát, hogy én most majd a műsor után megyek haza, és akkor ugye ezt a pont a 8 óra környéki jó piszkos levegőt szívom be? Attól függ, hogy esni fogja az eső, vagy nem. Tehát, hogyha ilyen szempontból jelenleg nem tud szerintem annyira rossz lenni ez a koncentráció, mert még mindig nedves a levegő valamilyen formában, ugye hol erősebb, intenzívebb az eső, hol gyengébb. A napokban is ez volt jellemző, tehát ez kihatással volt erre a hatásra. Elsősorban ugye hát én annyit tudok csak ajánlani, hogy ha nagyon szennyezett a levegő, akkor valamilyen úton, módon nem ismeretlen számunkra ez a maszk. Igaz, hogy nem hosszú távon nyújt megfelelő segítséget, de hát némileg jelent valamennyit akkor, ha szennyezett a levegő. És ez ugye ismeretes számunkra a Covid előtt is, abban a Pekingben, ahol a legnagyobb koncentrációban mérték a lebegőpor mennyiségét, és jelenleg is az egyik legszennyezettebb város. Hát nyilván ez még csak fokozódni fog, mivel most kezdődött az igazi fűtési szezon. Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzá. Nagyon szívesen. A vajdasági falugondok hálózatot a CMH iroda és a Caritas közösen működteti a magyar kormány támogatásával immáron 7 éve. Vajdaság egész területén 20 falugondok teljesít szolgálatot, teszik ezt szívvel, lélekkel azért, hogy a magányos elesett lakosság segítségére legyenek, legyen az a házi munka elvégzése, vagy akár egészségügyi ellátások sora, mindenben számíthatnak rájuk azok, akik igényelik szolgáltatásaikat. Hunyadi Zsolt adakösségi falugondnak épp a tűzre valót készíti be Paulik Borbála otthonába. Teszi ezt rendületlenül munkájának egy részeként, hiszen a szolgálatát igénybe vevő hölgy betegsége nem engedi meg, hogy minduntalan ő végezze el ezeket a mások számára mindennapos dolgokat. 2 éve hallottam, hogy van falugondok, és mindjárt igénybe vettem, mert rá vagyok utalva. Miben tud önnek segíteni? Milyen segítséget jelent az ő jelenléte? Hát mivel én egyedül élek, nincs senkim se, akkor előtte való nap szólok neki, ha ráír, hogy jöjjön, a fát behordja nekem, akkor, hogyha kapom a tüzelőt, akkor azt is behordja, meg befizeti a számlájaimat, orvoshoz elvisz, elmegy a gyógyszertárba, ennyit, sokat segít. Hunyadi Zsolt az első között volt, akik csatlakoztak a falugondoki szolgálathoz. Jelenleg több mint 40 háztartásban bejáratos adakösség területén, beleértve az ahhoz tartozó falvakat is. Mint mondja, sokszor rajta kívül nincs más, aki rányítja az ajtót az egyedül maradt idős személyekre. Leggyakrabban ajánlások alapján kerül hozzám felhasználó. Az pedig, hogy megyek hozzájuk, vagy nem, az én felmérésem alapján történik. Kimegyek terepre, megnézem őket, kikérdezem őket, van egy családjuk a közelben, milyen anyagi állapotban vannak, és akkor ezek az összinformációk alapján tudom eldönteni, hogy szükségük van a segítségemre, vagy nem. Az évek alapján mennyire megfigyelhető az, hogy a kivándorlás miatt egyre többen magányosak lesznek, vagy akár a családtagok nincsenek itthon, és jobban rászorulnak erre segítségre? Hát ez egyre is nagyobb probléma. Minden nap hallani olyat, hogy egy család elhagyja a községet, és hagynak hátra időseket. Mennyibe tapasztalod azt, hogy lelkileg megviseli az embereket? Tehát egyfajta fizikai segítséget nyújtasz nekik, hiszen segítesz mindenben, de hogy lelkileg mennyire megterhelő számukra a magányosság? Nagyon. Mondhatnám, hogy egyszerűbben megoldják az ilyen számlabefizetést, meg az ilyen dolgokat, mint hogy nincs kivel beszélniük. Nem nyissák rá az ajtót az idős személyekre, nem megy hozzájuk senki, és a magányukba beburkolóznak, és ez is egy nagy probléma náluk. A 89 éves Anna néni épp most végzett a szemészeten, és mint mondja, az ide való eljutás nem ment volna Katona Endre segítsége nélkül, aki Zentaközség falvaiban látja el a falugondnokságot. Nagyon sokat jelentenek, mert bár akármikor problémám, bajom van, bár akárkinek, nem csak nekem, mindenkihez hozzáfordulni bírunk,
mindig készen áll, ha csak egy mód van rá. Hát szegénynek sok a munkája. Nagy a terep, sokat kell orvoshoz vinni, mert idősek, tényleg idős faluk vagyunk. Elég sok beteg van. A falugondnokok feladatai széles körűek. Az idősek egészségügyi intézménybe való eljutatása gyakorlatilag mindennapos feladatai közé tartozik. Katona Endre falugondnokként jelenleg 37 háztartás munkáját segíti. December 1-én lesz 7 éve, hogy csinálom ezt a hivatást. Tehát ez egy elkötelezettség, nem mondhatnánk, hogy szakma, mert tényleg itt az embernek oda kell magát tenni szívből és lélekből, mert idősekkel foglalkozunk, azokat segíjük, tehát főleg a beteg, akik betegek, orvoshoz visszük, kórházba, helyi orvoshoz, gyógyszerbeszerzés, tehát ilyen, ezek a legfontosabb dolgok. Tehát, ez leginkább fizikailag jelent számotokra terhet, vagy lelkileg is azért megvisel benneteket, mert azért nem egy-két fondorlatos sorssal találkoztok itt. Hát igen, ez végtére is nem fizikai megterhelés, inkább lelkileg, mert lássuk az emberi sorsokat, tehát a betegség, az elmúlás, halál is benne van sajnos, de ezzel meg kell tehát küzdeni, tehát ezt el kell fogadni, úgymond, mert ez az élet sorsa. A jó falugondnok persze sokkal több, mint ebéd és gyógyszerkiszállító vagy probléma megoldó. A néhány jó szó is sokat segít, de a látogatások idején van mód körbenézni, akad elég élelem, vagy épp van-e olyan feladat a portán, aminek elvégzésével segíthet. Jött ez a lehetőség, elvállaltam és nem bántam meg, hogy ezt elvállaltam, ezt a dolgot. Eleinte nem is tudtuk, hogy miről van itt szó. A lényeg az, hogy szükség van ránk, mert az idős embereknek változott a státusza. Tehát az emberek elutaznak, itt hagyják az öreg szüleiket. Kénytelen, kelletlen, van, aki nem is foglalkozik vele. A mi feladatunk viszont az, hogy kis nyugdíjasokat, betegeket, rokkantakat és a rászorulókat általában is tápoljuk. A munkaköröm mindent felölel. Annak idején, mikor kezdtem az előbb mondani, nem tudtuk, hogy hogy is néz ki a dolog, azt mondta a főnökünk, hogy csináljatok meg mindent rendesen, amit otthon is egyébként meg tudnátok csinálni. Most épp az őszi lehullott falevelek összegyűjtésére kérte meg Koncilonka néni Tibort, aki örömmel tesz eleget kérésének. Ilonka néninek két gyermeke van, akik, ha tudják, mindig meglátogatják őt, viszont egyikük nem él a városban, másikuk pedig egészségügyi gondokkal küzd, ezért is fontos a falugondnok szolgálata. A fákat rendben karba tartsa, mikor hideg van, fát, tüzelőt vág, még a kályhámat is kitakarja a csőbe, nem tudom én. Gyorsan elfogadta Tibor? Gyorsan befogadták a családba? Igen. Említette nekem, hogy majdnem úgy tekint rá, mint hogyha Musta a fia lenne. Meséljen nekem egy picit erről. Igen, mert mink olyan jó témákkal lát ő engem, én még őtet, mivel én anyukája lehetnék, hát nem egészen, de... És akkor, amikor jó el vagyunk. Milyen időközönként jár ide Tibor, illetve mit szoktak csinálni? Hát két hetenként jön, mindig így az elejébe korábban, de valami aztán változott az időpont, és most 9 órától 2 óra hosszát van, és akkor hát ebbe, ami munka adódik, akkor azt elcsinálj, meg elbeszélgetünk egy kicsit. Egyedül lélek szívem 10 éve már, hát a család sér ide. Én rajtam eljárt már az időcsillagom. Én a háborús világban születtem. Valamikor még kocsival, lóval dolgoztak, szántottak az emberek minden kézzel. Én nagyon szerettem a határa meg a főzet. Hát remélem, hogy szívesen be fog fogadni, ha oda ér az idő, mert én annyit megkapartam a főzhetet, hogy azt nem mondjam. Aztán jöttek a gépesítések, főváltottak, hát kapartunk, még ami olyan volt. Ebben nagy fenehodályban egyedül élek, és mióta nem bírok közlekedni, menni, azóta majdnem mondhatom, hogy a négy fal közé vagyok.
Régi mondás szerint a falugonnok az, aki télen azt is nézi, melyik kémény nem füstöl, mert ott valami baj történhetett, ahol nem rakta meg az idős ember a kályhát. De amint ebből a riportból is kiderült, sokkal többek ők. Útjára indult idén is a Magyar Nemzeti Tanács és a Valmadisz felsőoktatási tájékoztató körútja. A program célja, hogy részletes eligazodást nyújtson a leendő vajdasági magyar egyetemisták számára, a továbbtanulással kapcsolatos legfontosabb kérdésekre is választ kaphatnak az érdeklődők. A részletekről Baráth Gábor Gergelyt, az MNT Oktatási Bizottságának elnökét kérdezem. Jó estét kívánok! Jó estét! A körút során mely iskolák milyen tagozatait látogatják meg? Ugye a körút minden vajdasági középiskolát érintő a magyar nyelven folyik oktatás, és hát elsősorban a végzős diákokat szólítjuk meg, de természetesen a harmadikusok is részt vehetnek rajta, illetve vannak iskolák, ahol részt fognak venni. Például az első helyszínen a Svetozár Márkovics gimnáziumban részt vettek a harmadikos tanulók is, és ugye a cél az, hogy megismertessük velük ez a körút keretén belül az itthon tanulásnak az előnyeit, illetve az MNT-nek az ösztöndíj programát. Hogyan fogadják a diákok hát magát az előadást, milyen visszajelzéseik vannak? Pozitív, tehát a visszajelzésekben tudjuk, hogy örülnek ők ennek a megkeresésnek, hiszen ilyenkor nagyon sok információt tudnak meg, nem csak az MNT-nek az ösztöndíj programjáról, illetve amikor ezt meg tudják, akkor látják, hogy mennyi előnye van itthon tanulásnak, hanem hogy az egyetemistáktól, tehát a Valmadisz aktivistáitól is kapnak információkat, és azért mindjárt más, amikor egy gyakorló egyetemistától kapnak információt arról, hogy mi vár rájuk Újvidéken, Szabadkán vagy más egyetemista városokban, illetve tőlük is meghallják, hogy miért jó itthon tanulni, mik ennek az előnyei, és ugye ezeknek az információknak köszönhetően egyre többen úgy döntenek, hogy itthon fognak tanulni, és ezért is fontos, hogy már a harmadikusokat megszólítsuk, hogy időben ezek az információk eljussanak a tanulókhoz. Nyilván a külföldön való tanulásnál a legészszerűbb érv, hogy hát magyar nyelven van. De önök milyen érveket tudnak felsorakasztatni annak érdekében, hogy itt maradjanak Szerbiában? Ugye az MNT egy kész komplex ösztöndíj programmal rendelkezik, és ezzel segíti a tanulókat, illetve a jövendőbeli egyetemistákat. Tehát lényegében a Magyar Nemzeti Tanács már harmadik osztály végén, negyedik osztály elején, tehát középiskolára beszélünk, egészen az egyetemi tanulmányok végéig követi és segíti az egyetemistákat. Itt ösztöndíj programról, az első évesek számára demonstrátori ösztöndíj program, ami azért is fontos, és mindig kihangsúlyozunk nekik, hiszen ők bekerülnek egy új közegbe, sok esetben egy új városba, és a demonstrátorok nekik segítenek abban, hogy eligazodjanak, hogy megtudják, hogy hol kell akár egy havi jegyet kivenni a buszra, egy menzakártyát, vizsgabejelentést. Tehát már ez is egy plusz segítség, ami az itthontanulást is elősegít, az itthontanulásnak az előnye. Ugye Újvidéken egy Európa kollégium, tehát egy 21. századi követelménynek megfelelő kollégium, nem csak egy sima kollégium, egy szakkollégium, tehát ahol az egyetemi hallgatók plusz tudásra tesznek szert, hiszen szakkörökben tudnak részt venni, mentoraik lehetnek, kirándulásokra, szakmai kirándulásokon tudnak részt venni, illetve ami külön fontos kiemelni, az pedig ugye a szerb nyelvi képzés, ami a harmadik középiskolásokat, illetve az egyetem megkezdés előtt az első éves hallgatóknak van rá lehetősége, és ugye ez is fontos, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok esetben van egy passzív tudása a vajdasági magyar fiataloknak, de egyszerűen nincs lehetőségük gyakorolni, és például ez a képzések során, tehát ez a kurzusok során a meglévő tudásra rá tudnak építeni, és itt is a visszajelzések pozitívak, hogy mind a két képzésen részt vettek, és amikor elkezdték az egyetemet, akkor már egy alappal, komoly, biztos alap rendelkeztek, és nem csak a hétköznapi kommunikációkat megkönnyítve, hanem a szakterminológiát is könnyebben el tudták sajtani szerb nyelven. És természetesen én most az itthon tanulás előnyei mellett kihangsúlyoznám a jogászoknak a jogászokat, hiszen egy kétnyelvű jogász, egy szerb és egy magyar nyelvet ismerő jogásznak biztos, hogy lesz munkája, hiszen mind a két nyelv használatban van Vajdaságban, és a jogászok esetében még van egy külön jogász ösztöndíj is, ami egy plusz ösztöndíj az MNT ösztöndíje mellett is. Tehát rengeteg ok van, ami miatt itthon érdemes tanulni, itthon boldogulni, és természetesen a Magyar Nemzeti Tanács ebben segít nekik a tanulmányaik alatt. Kicsit részletezze még az ösztöndíjakat, tehát a Magyar Nemzeti Tanács milyen ösztöndíjakat oszt ki minden évben,
És hát milyenek a követelmények, milyen kötelezettségekkel jár ez? Ugye, ha a tanuló felvételét sikeresen vette, és egyébként írja az első évet, állami, tehát pontosabban akkreditált egyetemen, az lehet állami egyetem vagy magánegyetem, akkor, illetve hát a magyarul fejezte az általános vagy is középiskolát, akkor jogában állt pályázni ösztöndíjra, amit lényegében 4 éven keresztül, tehát az alapképzés minden 4 évén folyósítja neki a Magyar Nemzeti Tanács, ez minden évben 10 hónapon keresztül, és a feltétel az, hogy az ösztöndíjat továbbra is kapja, az, hogy a következő évet beírja. Tehát, hogy ne veszítsen évet, ne ismételjen, hanem beírja a következő évet. Az ösztöndíj az olyan 90 és 150 euró között mozog. Havi szinten, 10 hónapon keresztül minden évben, azzal, hogy másod, harmad és negyed évben van lehetősége az egyetemistának pályázni demonstrátornak, amiről az előbb beszéltem, ugye a demonstrátori program lényeg, hogy az első éveseket segítsék, ezt minden évben az MNT kírja a demonstrátori ösztöndíjra a pályázatot, idejében 72-3 demonstrátorunk van, ő nekik az a feladatuk, hogy segítsék az első éveseket, és ők a meglévő ösztöndíjra kapnak még 70 eurót. Tehát mondjuk egy 100 eurós ösztöndíj mellett ő kap még 70 eurót, azt ki lehet számolni, hogy egy 10 hónapos periódusban 1700 eurót jelent nekik, ami nagyon komoly támogatás. De azt is így kell hangsúlyozni, hogy a demonstrátor az mindig minden évben újra van pályáztatva, tehát ha valaki demonstrátor, az egy évig tehát egyik fogja ezt betölteni, ezt a szerepet, illetve később, ha tovább megy mester vagy doktori képzésre, ott is a Magyar Nemzeti Tanács biztosít ösztöndíjat az egyetemistáknak, továbbá az áremlített jogász ösztöndíj, amit a jogász hallgatóknak van lehetőség megpályázni, és a kettő nem zárja ki egymást, tehát kaphat MNT sima alapösztöndíjat, illetve mellé jogász ösztöndíjat, és természetesen az adott községben, ahol a tanul egyetemista, ekkor egyetemista él, akár az adott község ösztöndíjat is megbírja pályázni, tehát ezek nem kizáró okok, tehát az egyetemistának több ösztöndíja is lehet a tanulmányok alatt. Tehát ez egy nagyon komoly összeg jön össze, így mondjuk év végére. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk, és elmondta a részleteket. Megtiszteltetés volt. A napokban ismét Zentára látogatott a magyarországi Rátonyi Róbert Színház, melynek tagjai operettesttel örvendeztették meg a műfaj kedvelőit. Az est házigazdája Straub Dezsővel Guba Éva beszélgetett operettről, musicalről, művészetről. Kultúrát kedvelők is a színházba járók körében a musical, illetve az operett mindig is jelentős szerepet töltött be. De hogy milyen a mai megítélése, erről beszélgetek Straub Dezsővel, Jászai Mari díjas színművésszel, üdvözlöm. Kés csókom, meg a természetesen televízió nézőit is üdvözlöm nagy szeretettel az operett nevében, mert ma musical egy sem fog elhangozni. És épp arról beszélgetünk a kollégákkal, hogy milyen érdekes dolog ez, hogy az ember, ha megnézi egy musicalt, akkor általában van egy dallamsor, ami körüljárják ugye zeneileg, egy nagy sláger. Én azt hiszem, hogy azt az operett szerzőt, amelyik egy operettbe egyetlen slágert írt volna, nagyon megverték volna annak idején, hiszen az operettre jellemző legalább 4-5-6-8 óriási világhírű sláger szerepel benne. Én igazándiból nem is nagyon akarnék ez ügyben különbséget tenni, mert persze nagyon klassz és nagyon szép musicalek is vannak. Musicalek érdekessége, hogy nem csak azt a vidám, nyitott, megoldott, happy endes dolgot dolgozza föl, hanem nagy, mély drámákat is feldolgoz. De azt hiszem, hogy annak, aki operettet tud énekelni, az musicalt is, és mind a kettőt nagyon szeretjük. Ez most itt ma a magyar operettről szól. Természetesen, de azért hasonlítottam össze egy picit a dolgot, mert hogy azért többségében a színházba járók összehasonlítják és mondják azt, hogy nevezhetjük úgy, hogy az operett ez egy picit tabu döngető. Például, hogyha a Csárdás királynőre gondolunk, hogy ott azért az úri fiú egy orfeumi énekesnővel jön össze. A musicalek viszont polgárpukkasztóbbak. Tehát, hogy mennyiben van meg ez a különbség közöttük a mai napig?
Hát gőzöm nincs igazándiból. Ugye az operátor azt mondják, hogy halott műfaj, hiszen csak ez a kezünkben lévő 2427 operett forog, ami még forogni fog néhány száz évig, nagyon remélem. A musicalek szinte állandóan változnak, a korról szólnak, kordivatokról szólnak, tehát sokkal inkább, sokkal modernebb a műfaj természetesen, de sokkal nehezebben megegyezhető dallamok, sokkal kevésbé slágerszerű dalok tarkítják őket. Nem mondom, hogy nem, mert azért egy szaxofon duett, vagy egy hát csomó dolog van, ami musicalekben is gyönyörű, és főleg a kezdeti musicalekben, My Fair Lady-ben, a West Side Story-ban vannak gyönyörűséges dallamok. Én nyugodtan mondhatnám, hogy ha egy műsorban énekelgetnék néhány operett és musical dalt, nem biztos, hogy mindenki meg tudná különböztetni, hogy most melyik műfaj. Az a lényeg, hogy a színpadon csodák történjenek, és ebben nagyon szeretnénk ma is élen járni. Természetesen akkor térjünk át egy picit kimondottan az operetre. Mekkora közönséget tud megmozgatni mai napig, és kik azok, akik leginkább vevők erre? Tehát hogy inkább a fiatal korosztály, vagy abszolút vegyes a megítélése? Teljesen vegyes. Attól függ, hogy az idősebbek el tudják-e hozni a gyerekeket. Mert ha elhozzák épp úgy az operetre, mint mondjuk egy magyar vígjátékra, akkor rácsodálkoznak a fiatalok, hogy ilyen is van-e. Tehát akik mondjuk megszokták az angol humort, és eljönnek egy vígjáték, egy magyar vígjátékra, akkor döbbenten rájönnek, hogy nézd, nagyon lehet röhögni, hiszen ez egy nagyon csodás műfaj, csak egy kicsit el van temetve. Az operett épp úgy. És nem véletlen, hogy pont a Rátonyi Róbert Színház az, amelyik ezzel foglalkozik, hiszen az egyetlen olyan magyar színházi alakulat, amelyik egy valós operett sztár nevét viseli, úgyhogy ennek a kis csapatnak kötelessége is ezzel foglalkozni, az operettel. Mit tudnék még mondani az operettől? Mindent. Ha személy szerint rátérhetünk egy picit erre színművészként, illetve konferenciéként, hogyan lehet életben tartani az operettet, hiszen említette, hogy azért ezért tenni kell? Hát erről én csináltam egy óriási tanulmányt egy időben. Ez persze senkit nem érdekel, mert ez egy más dolog, ugye Siófokot, ahol Kálmán Imre született, bár itt ma este ugye Huszkáról lesz szó, mert egy nagyon speciális területe a magyar operettnek. Azt hiszem, hogy a világ minden országában már úgy hívnak, hogy Kálmán Imre város. Hiszen sokkal kisebb jelentőségű emberekről neveznek el városokat, és óriási kultusz alakul ki közöttük, köréjük. Nos, én csináltam egy ilyen nagyon klassz tervet, egy magyar operett szállodáról, és egy olyan dologról, hogy Magyarországon legyen mondjuk mindig egy operett világkongresszus, ahol kiírhatnánk pályázatokat operettírásra, olyan feltételekkel, hogy a győztes operettet azt mondjuk eljátsszák Londonban, Párizsban, Budapesten. Tehát meg kellene indítani ezt a dolgot. Valakinek a kezébe kéne venni. Szóljanak, én várom. Kitartást az ötlete megvalósításához. Köszönöm szépen, hogy válaszolt kérdéseimre. Köszönöm. A közügyeket Guba Éva tudósította Zentáról. A hétvégén Óbecse lesz a vajdasági népzene fővárosa. A vajdasági nagyzenekar ismét összeáll egy fergeteges alkalmi koncertre. A részletekről Szerda Balázs szervezőt kérdezem. Jó estét, szervusz! Jó estét kívánok! Mi a célja a rendezvénynek? Miért álltok újra össze? Amikor fölmerült egy ilyen koncertnek az ötlete, akkor azt beszéltük meg, hogy nagyon jó lenne, hogyha évente egyszer sor kerülne egy olyan koncertre, ahol minden aktív vajdasági zenekar részt vesz, és amikor tényleg rólunk szól minden, ugye, tehát nem kísérő zenekarként lépünk a színpadra táncegyüttesekkel, bár táncosok majd most is lesznek a műsorban, jegyzem meg zárójelben. Láthatjuk a korábbi képeken is, hogy azért nem csak zene van, tánc is van. Így van, de itt talán egy kicsit a tánc fogja kiegészíteni a zenét, és idén már 8. alkalommal szervezzük meg ezt a koncertet. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mondhatom azt, hogy nem kis sikerrel,
és nagyon örülünk annak, hogy igény mutatkozik erre évről évre, úgy a zenekarok részéről, mint a közönség részéről. És tényleg ez egy ilyen igazi zenekari közösségi élmény, ahol ugye az, amit mi mindig hangsúlyozni szoktunk, hogy a magyar népzene milyen energiákat mozgat meg, itt az tényleg meg tud sokszorozódni így ugye egymás által. Tehát tényleg, amikor megszólal a nagy zenekar, 35-40 ember egy színpadon, és ez évente egyszer megtörténik, akkor azt gondolom, hogy erre nyilván lesz is igény a következőkben is. Beszéljünk arról, hogy kik a fellépők, hány banda lép fel, és mi a koncepciója a koncertnek? Minden évben igyekszünk valamilyen aktualitást adni a koncertnek, úgyhogy az idénre tervezett koncepciót azt most ugye nem szeretném lelőni. Úgyhogy nem fogom elárulni, de például tavaly, hogy egy példát mondjak, tavaly például az Ősök előtt tisztelektünk, és valahogy ezen a vonalon fogunk tovább indulni idén is, tehát a nemzedékek közötti átjárhatóság és számukra nagyon fontos kapcsolat lesz most is a koncertnek a témája és az irányvonala. Idén 9 zenekar vesz részt az örökségünk koncerten, név szerint a Csalóka, a Csörömpölő, a Csonka Ferenci zenekara, a Cécó Banda, a Fokos zenekar, a Duhaj, a Juhász zenekar, a Pendergő és a Véka. És őszintén remélem, hogy nem hagytam ki senkit. Igazán szép felhozatal lesz. Mit hallhatunk? Milyen stílusú? Hát nyilván népzene, de milyen hangvételű, milyen vérmérsékletű zenét? Nyilván igyekszünk a műsort minden évben színessé tenni, olyan értelemben is, hogy lehetőleg a legtöbb tájegységről hallhatók legyenek dallamok, tehát nyilván a legkülönbözőbb dialektusokból és a legkülönbözőbb tájegységekből. Ez nyilván zeneileg is változatossá teszi a koncertet, és hát arra is oda szoktunk figyelni, hogy legyenek a koncertnek, hát egy hullámvasút legyen a koncert, tehát legyenek nyugodtabb részei, legyenek pörgősebb részei, és mindenféle érzelemre hatni tudjunk. És megint csak a tapasztalatok alapján azt gondolom, hogy ez eddig sikerült, és egyébként bízom benne, hogy idén sem lesz ez másképp. Annyit elmondtam a beszélgetés elején, hogy Óbecsén lesz, viszont azt nem mondtam el, hogy pontosan hol, mikor, és hát nézőink számára, akik el szeretnének menni, van-e belépő és mennyi? A belépődíj az a kezdetektől fogva önkéntes adomány, és Óbecsén a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben fog megrendezésre kerülni az esemény, most szombaton, tehát 26-án este 7 órakor, a koncert után pedig táncházzal várjuk az érdeklődőket. Hát igen, ez nem egy elhanyagolható tényező, itt egy nagyon különleges hangulat szokott kialakulni. Így van, ugyanis nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a népzene az ne csak a színpadon szólaljon meg, ugyanis a népzenének az eredeti funkciója az valahol mégiscsak az, hogy egy közösségbe, ugye egy mulatságba szolgálatot teljesítsen, szolgálatot nyújtson a mulatni vágyóknak, és ugye a koncerttől nem kevésbé fontos az, hogy ezekre is alkalmat adjunk itt Vajdaságban is, és nem mintha erre nem lenne egyébként elég alkalom, tehát ezt nagyon sokan, hál' Istennek, szem előtt tartják és foglalkoznak is vele, de természetesen ugye mi sem maradhatunk ki ebből, és nyilván annak is lesz egy különleges érzése, hogy ennyi zenekar ott lesz, nyilván fölváltva is fogunk muzsikálni, együtt is fogunk muzsikálni, és ez tehát minden évben egy egészen komoly táncház élmény nyújt, nem csak a táncosoknak, ezt szeretném hangsúlyozni, hanem azoknak a laikusoknak is, akik csak úgy eljönnének megérezni egyszer azt az energiát, először megérezni azt az energiát, és akkor biztos vagyok benne, hogy a következő táncházban már ott szeretnének lenni, mert hogy nagyon gyakran halljuk azt a kifogást, hogy mit keresek én ott, hát nem is tudok táncolni. Nem csak az jöhet táncházba, aki táncolni vagy muzsikálni tud, hanem mindenkit szeretettel várunk, és biztos vagyok benne, hogy mindenki megkapja azt az élményt, ami aztán a következőben már visszahúzza. Hát na, akkor egy fergeteges, frenetikus szombatestét kívánok. Köszönöm szépen, hogy befáradtál hozzánk. Köszönöm a lehetőséget. Ez volt már a Közügyek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap ismét várom önöket hírháttér műsorunkban. További szép estét kívánok, a viszontlátásra.